A MÜTF Egyesület és partnere a Fidelitas Ifjúsági Egyesület egy éve indította a képzés, átképzés, tanítás, egy esély az alkalmazottaknak elnevezésű nemzetközi projektjét, melynek célja, hogy összesen 275 alkalmazásban lévő személy képzettségi szintjét növeljék. Bolti eladókat és textilipari szakembereket képeznek, 246-an már elkezdték a tanfolyamot, indul egy újabb csoport is, összesen 21 szabad hely van még, mondta el Sorbán Ildikó, a MÜTF felnőtt képzési felelőse. Hozzátette, az érdekeltek június 15-éig jelentkezhetnek. Akkor van esélyük részt venni a képzésben, ha megfelelnek két feltételnek. Elvégezték legalább a 10 osztályt, és jelenleg alkalmazásban vannak. Mindenki a tanfolyam végén 600 lejben részesül, de itt nem ezen az összegen van a hangsúly, emelték ki a projekt lebonyolítói. A projektben azt gondolom, hogy mindenki nyer. Elsősorban nyernek a vállalkozók, mert olyan szakképzett embereik lesznek, akik meg tudnak felelni a jelenlegi munkaerőpiaci elvárásoknak. Az emberek pedig abban nyernek, hogy nyernek elsősorban tapasztalatot, megerősödnek a szakmájukban. Minden egyes hallgatónk, aki eddig részt vett, mindenki megerősítette azt a gondolatunkat, hogy fontos ez, mert mindig van új, amit kaphatok egy képzés által. Dr. Geréb László projekt koordinátor arról beszélt, hogy számos vállalkozás jelezte az elmúlt időszakban, hogy szüksége lenne szakképzett munkaerőre, ezért, bár nem elsődleges célja a főiskolának a szakképzés, mégis beszálltak a projektbe. Eddig tehát 246 személlyel kötöttek szerződést, ebből több mint 100-an készhez is kapták az akkreditált oklevelüket. Illyés Ferenc kommunikációs felelős azt mondta, a résztvevők a szakmai képzések mellett kommunikációs tudásukat is gyarapíthatják. A képzés, átképzés, tanítás egy esély az alkalmazottaknak program az Európai Szociális Alapból társtámogatott projekt, mely a nyár végén zárul. A 2 millió euró értékű kiírást a Csíkszeredai Fidelitas Ifjúsági Egyesület nyerte meg, és több partnerrel közösen bonyolítja le. Ezek egyike az Udvarhelyi Felsőoktatási Intézmény.